Üdvözlöm Önöket, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, amelynek vendége Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok. A hallgatóknak mondom, hogy ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az elmúlt napokban, hetekben azért az érdeklődés homlokterébe került Törökország több dologgal is. Talán az egyik legérdekesebb és legnagyobb horderejű dolog az volt, hogy Erdoğan Teheránban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és az iráni elnökkel, és hát ez nagyon sok felé verte ki a biztosítékot. Ez nem tetszik sem az Európai Uniónak, sem az Egyesült Államoknak, sem a NATO-nak. Mi történt ezen a találkozón? Pontosan azt lehetett tudni, mert megállapodtak sok mindenről, gázügyekről, atomról, a MIR fizetési rendszer bevezetéséről, és hát az Európai Unió első körben azért kritizálta Törökországot nyilvánvalóan, mert pont Oroszország és Irán az a két ország, akiket szeretnénk elvágni sok mindentől, és ezzel megy szembe Törökország jelenlegi külpolitikája. És igen, hogyha a török külpolitikát nézzük, akkor igazából a mostani találkozó, ami júliusban zajlott, az igazából nem megy szembe a tradicionális vonulattal, és rendszeresek a magas szintű egyeztetések Törökország irány és Oroszország között, elsősorban Szíria kapcsán, ugye 2017 óta rendszeresen tárgyalóasztalhoz ülnek az országok vezetői, akkor az asztanai folyamatnak nevezett rendszeres találkozó keretében, és aztán pedig egyébként augusztus elején is volt egy találkozó, ez már célirányosan Oroszországról szólt, akkor Szocsiba látogatott el Recep Tayyip Erdoğan, és Vlagyimir Putyinnal tartottak egy több órán át tartó megbeszélést, ami, tehát ilyen hosszan tartó megbeszélések, azok meglehetősen ritkák így a nagy politikában, ami mutatja, hogy komoly dolgokról esett szó, illetve komoly érdek egyeztetés zajlott, hogy alapvetően zárt ajtók mögött, úgyhogy erről igazából keveset tudunk. Amit ez a két találkozó hozott, illetve ami kilátásba helyeztek, az alapvetően arról szólt, meg is török részről, hogy amennyire lehet a jelenleg kialakult helyzetben haszon maximalizálja a külpolitikai ambícióit, ami részben sikerült, részben nem. Ugye ez alapvetően arról szólt, hogy van egy meglehetősen nemzetközileg izolálódó Oroszország, amely szeretne Törökországtól, illetve Irántól is, ez egy másik történet, olyan gazdasági és külpolitikai megállapodásokat elérni, amivel a saját mozgásterét is bővíteni, ugye erre volt valamilyen török válasz. Amik itt megegyeztek, amit eddig tudunk, az alapvetően arról szól, hogy bizonyos gazdasági kérdésekben a törökök, fogalmazzunk úgy, hogy pozitívan állnak az oroszokhoz, mert rubelben történő fizetés kapcsán. Tehát a gázért, vagy legalábbis a gáz egy részért rubelben fizetnek, ezt állítólag nem lehet tudni, hogy mekkora rész ez. Így van, ez majd később ilyen fog kiderülni. Itt viszont azért azt alapvetően szeretném jegyezni, hogy így ezen országok között, de ha csak az orosz-török kapcsolatot nézzük, ez egy régóta húzódó, nem stratégiai szövetség, hanem egy pragmatikus együttműködés a két fél között. Ha csak az elmúlt 6-7 évet nézzük, azért itt azért volt pozitív és meglehetősen negatív pillanatok vagy szakaszok is. Ugye például a 2015 év végén a törökök lelőttek egy török légteret megsértő orosz vadászgépet, ami után nagyon komoly orosz szankciók léptek életbe. Ezek nagyjából fél évig tartottak, amikor a török diplomáciának és Recep Tayyip Erdoğannak sikerült ezt rendeznie Vlagyimir Putyinnal, bocsánatot kérni a török államfőnek, és aztán pedig a kapcsolatok, mintha mi sem történt volna, folytatódtak, sőt mondhatni azt, hogy közelebb is kerültek, de jól mutatja ez az incidens is, hogy itt alapvetően azért nagyon sok érdekellentét van a két ország között, ami különböző kérdésekben újra és újra előjöhet, és alapvetően az, hogy itt a két hatalom, amely rengeteg területen érintkezik, akár csak, hogy a geopolitikai nézzük, Kaukázus, Közel-Kelet, ugye főleg Szíria, ami a jelenlegi tárgyalásokon is egy fontos szempont volt, vagy a Balkán, és még sorolhatnánk. Nos, itt az érdek ellentéteket félretéve, ahol lehet, ott megpróbálnak együttműködni, és ennek a része volt szintú ugye a gázszállításoknak a megőrzése, illetve a fizetésnek a ütemezése, és még egy fontos dolgot szeretnék jelezni, hogy nyilván a geopolitikai mellett van egy nagyon komoly gazdasági együttműködés orosz és török részen. A törököknek az előző években nagyjából a gázszállításoknak, vagy gázfogyasztásnak egy olyan 50-55%-át az oroszok fedezték, tehát ez egy elég komoly függőséget jelent, viszont 2015-ös említett incidens követően a törökök mindent megtettek, hogy diverzifikáljanak, és egyébként már korábban is ők jelezték, hogy a dollárral
szemben ők hajlandóak más államokkal, vagy éppen az oroszokkal más valutában fizetni. Tehát igazából ebből a szempontból nagyon sok minden nem volt az új nap alatt, nem volt új a nap alatt. És ami történt a gazdasági energiapolitikai részen, az az, hogy a törököknek sikerült valamennyire csökkenteni az orosz függést. 45%-ra talán. Így van, és tavaly év folyamán, vagy tavaly előtti év folyamán igaz, mondjuk a Covid az nagyon sok mindent megváltoztatott rövid időre a nemzetközi piacokon, de akkor levitték egy harmadra. Viszont itt volt az a történet, hogy a törökök azt mondták, hogy nekünk az orosz gázra szükségünk van, mert az oroszok alapvetően pontosan szállítanak és rendben szállítanak nekik, ellentétben például az irániakkal, aminek a vonalán mind folyamatosan problémák vannak, de mi most nem menjünk bele, és ebben a helyzetben azt mondták, hogy hát akkor nekünk igazából szükségünk van az orosz gázra, és nem csatlakoztak semmiféle szankcióhoz Oroszországot illetően, amit az elmúlt fél évben itt az Európai Unióban láthattunk. Igen, erre talán még lehetne azt mondani, hogy ez még belefér, más országok is vannak ezzel így, az Európai Unióban is vannak olyan országok, akik fizetnek rubelben az orosz gázért, ami ennél sokkal durvábbnak tűnik, hogy addig, amíg az Európai Unió szankcióként kitiltotta ebből a SWIFT fizetési rendszerből Oroszországot. Most Törökországban 5 bank van állítólag, aki próbál átállni egy MIR nevű pénzügyi fizetési rendszerre, ezzel megint csak elég erősen szembe menve az Európai Uniós szankciókkal. Igen, itt azért azt látni kell, hogy Törökország nem Európai Uniós tag, és hát jelenlegi, noha folynak a csatlakozási tárgyalások hivatalosan, a közeljövőben, de inkább a középtávú jövőben sem várható, hogy csatlakozni fog. Úgyhogy ebből a szempontból alapvetően Törökországnak van egy stratégiai függetlensége. Nyilván ez egy korlátozottabb történet, de ebből a szempontból neki nem kell alkalmazkodnia az Európai Unióhoz, megtehetni, de köszönhető annak, hogy a török külpolitika, a már említett pragmatikus együttműködés miatt folyamatosan igyekezett az előző években is, sőt, ha úgy tetszik, 2014 óta, amióta ugye ez a konfliktus kirobbant, a Krímet annektálta Oroszország, szóval a török külpolitika megpróbált egyensúlyozni a kelet és nyugat között. Ezt a politikát február 24 óta ugyanúgy folytatták, ami a belefér az, hogy tegyenek gesztusokat és gazdasági együttműködés folytassanak az oroszokkal, különösen annak tekintetében, hogy Törökország gazdasága most nagyon rossz helyzetben van, és bíznak abban, hogy ez nem fogja elsősorban majd amerikai szankciókat kiváltani. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Meddig tehetik ezt meg, mert Amerikából is vannak hangok arra, hogy szankcionálni kéne Törökországot, Európából is vannak hangok erre nézve. Így van, valószínűleg egyébként itt ebből a szempontból inkább a törökök az amerikaiak miatt aggódhatnak. Én azt látom, hogy a török vezetés megpróbál szintén egyensúlyozni és annyi gesztust tenni az oroszoknak, amennyi még az amerikaiaknak úgymond belefér. De hogyha megnézzük az előző éveket, itt szintén nem egy újdonságot látunk most, hanem egy folyamatos, bár korlátozott közeledést Oroszországhoz, ami az amerikaiak részéről akár korlátozott szankciókat is kiváltott. Itt mondjuk a legnevesebb, vagy az utóbbi évek legnagyobb problémáját okozó rendszere az S-400-as lévédelmi rakétarendszernek a megvásárlása jelentette, aminek olyan hatása lett, hogy az F-35-ös vadász gépfejlesztési projektből a Törökországot kidobták, ami sok milliárd dolláros veszteséget jelentett a török hadiparnak, vagy Törökországnak, hogyha úgy tetszik, és ez a török vezetés fölvállalta. Nem tudjuk, hogy ennek a történetnek mi lesz a vége, de az látszik, hogy a törökök abban bíznak, hogy köszönhetően annak, hogy nagyon jó kapcsolatok vannak az oroszokkal, ugyanakkor nagyon jó kapcsolat van az ukránokkal, és ez a kapcsolat pont 2016 eleje óta erősödött meg, szinte folyamatosnak mondható, hogy pont akkor, amikor az orosz-török kapcsolatok egy rövid időre befagytak, akkor egy nagyon látványos közeledés indult meg az ukrán és a török fél között, ami alapvetően most is tart, és hát február 24-én Törökország jelezte, vagy Recep Tayyip Erdoğan jelezte, hogy elítéli a katonai agressziót, ellenzi a háborút, és egy kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Tehát ebből a szempontból nem volt kérdés, hogy a török fél úgymond kit fog támogatni. Az más kérdés, hogy ennek ezzel együtt igyekszik nagyon látványos gesztusokat nem nagyon tenni az ukránok felé, és megőrizni a jó kapcsolatot az oroszokkal. Ennek köszönhetően válhatott egy olyan országgá, ahol a konfliktus első hónapjaiban a különböző békedelegációk leülhettek. Ugye Antaljában volt egy
külügyminiszteri szintű egyeztetés, illetve nem olyan régen pedig egy gabonaszállítási megegyezést is tető alá tudtak hozni, ami mindenféleképpen török külpolitikai sikerként van eladva mind oda-haza, mind pedig a külvilág felé, és egyértelműen az látszik, hogy ugyan a konfliktus elején több állam jelezte, hogy szívesen teret adna a béketárgyalásoknak, többek között Magyarország is, vagy mondjuk mondhatnánk meg Azerbajdzsánt, ami ugye a poszt-szovjet térségben lévő állam, de mégis Törökországra esett a választás, ami mutatja, hogy az ő súlya Vlagyimir Putyin számára is mondhatni elegendő, vagy elég nagy, elég komolyan vendő, és ugye azt is látni kell, hogy mivel rengeteg vitás kérdésben kellett együttműködni a két vezetőnek az előző években, kialakult egyfajta mondhatni jó munkakapcsolat a kettő között, aminek köszönhetően komolyan veszik is egymást. És ez részben kedvez a török pozíciónak, hogy leüljenek és tárgyaljanak. És ebben a helyzetben a törökök abban bíznak, hogy ez a pozíció, ami Oroszország felé egyfajta mediátori szerepet, vagy legalábbis egy tárgyalási megkönnyítő, egy ilyen facilitátor szerepet meg a Törökországnak. Ez elég fontos a nyugat esetében, hogy a különböző szankciókkal, vagy a különböző bírálatokkal mindenféleképpen finomabban fogalmazzon. A háború első hónapja ebből a szempontból mindenféleképpen növelték Törökországnak az imidzsét. Tehát az előző években azért meglehetősen rossz lett Törökországnak a sajtója, különböző külpolitikai és belpolitikai akciók miatt. Úgy tűnt február végén, március-április folyamán, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény lesz, hiszen Törökország tárgyaló asztalhoz tudta, vagy segítette ülni a feleket. Aztán ugye ezután jött a svéd és a finn NATO csatlakozási vétó, vagy legalábbis ennek a belengetése, amely aztán megint újraírta itt a viszonyt. De ez alapvetően azt mutatja, hogy Törökország bízván a saját geopolitikai súlyában, a saját katonai és népességi súlyában megpróbál egy nyilván itt ezek bizonyos korlátokkal élve, de egy önálló aktorként megjelenni ebbe a konfliktusba, amely igyekszik profitálni a két nagy tömb, most mondhatnánk azt, hogy kelet és nyugat szembenállásából. Mekkora ez a geopolitikai súly, és igazából mitől akkora, mekkora? Mert első ránézésre nehéz megállapítani, hogy Törökország jelenlegi külpolitikájával csillapítja, vagy éppen szítja a konfliktust. Ugye gondoljunk arra, amiről már beszéltünk is, hogy csapatszállító harcjárműveket szállít Ukrajnában, de közben üzletel az oroszokkal, mert nyilván egy csomó területen függőségben van. Hogyan teheti ezt meg? Törököknek alapvetően van egy ilyen hozzáállás a saját magukhoz, saját külpolitikájukhoz, hogy ők rendkívül fontosak. Tehát, ha megnézzük az utóbbi évtizedek török geopolitikusait, vagy geopolitikai írásait, amit egyébként a politikusok is szeretnek használni, akkor abban Törökország vagy egyfajta hídországként jelent meg kelet és nyugat között, de egyértelműbben ehhez a jelenlegi vezetéshez kapcsolódóan inkább egy központi államként jelenik meg, amely mind a nyugat, mind a kelet, vagy akárki számára rendkívül fontos nemzetközi aktor. És hogyha azt nézzük, hogy mi történt nagyjából az elmúlt 30 évben Törökország közvetlen közelében, akkor úgy azt érezhetjük, hogy emögött tényleg van valami, hiszen a 90-es évek arról szóltak, hogy a Balkánon háború van, ahogy Jugoszlávia szétesik, ez ugye érintette a törököket is, hiszen nagyon sok muszlim menekült oda. A Kaukázusban, Dél-Kaukázusban különböző konfliktusok robbantak ki, ugye nem is olyan régen, 2020 őszén láthattunk egy legújabb fejezetet ebben, amiben Azerbajdzsán visszafoglalta, felszabadította ugye az örmények által elfoglalt területeket, legalábbis ennek egy jelentős részét, az más kérdés, hogy aktív török segítséggel, de hogy ez is egy befagyott konfliktusokkal teli, néha fellángoló konfliktusokkal teli bizonytalan régió, és aztán pedig ott van az egész Közel-Kelet, amely, hogy csak elég azt belegondolni, hogy az elmúlt bő 10 évben, hogy az arab tavasz esemény sorozata mekkora nemzetközi felfordulást okozott szomszédos országokban, ugye Szíriában polgárháború van, ennek mindig nincs vége, Líbia összeomlott effektíve, és különböző hatalmak, nagyhatalmak és regionális középhatalmaknak a felvonulási zónájává vált, amiben egyébként a törökök is beavatkoztak. És ugye ebben a helyzetben Törökország egyfajta stabilitás szigeteként jelenik meg itt a régióba, amely igyekszik aktívan befolyásolni ezeknek a konfliktusoknak a sorsát, amelynek aztán viszont lehet nagyobb hatása is a Törökország, vagy a Közel-Keleten túlmenően is, ugye elég csak például a migrációs válságra gondolni, amelyek ugye a hullámai Európát is elérték. Ugye ebből a szempontból Törökország, vagy a török vezetés úgy gondolja, hogy igen,
ezzel a helyzettel, ezzel a potenciállal bizony komolyan vendők, és akkor nyilván mindig elmondják, hogy most már több mint 85 millió embert képviselnek, ami egy meglehetősen nagy és erős országot is jelent, és hát természetesen ezen túlmenően pedig a török gazdaságot is kiszokták emelni, amely ugyan az utóbbi években gyengélkedik, de ugyanakkor a szomszédaihoz képest mindenféleképpen egy jóval erősebb gazdaságról van szó, hiszen jóval kisebb területű és népességű és gazdasági potenciáljú országokkal van körülvéve, ami megint megnöveli a török mozgásteret, amihez, és nagyon fontos, hogy a már említett geopolitikai nézőpontból vagy vízióból kifolyólag egy aktivista külpolitika társul, amely azt mondja, hogy mi avatkozzunk be, vagy legyünk jelen a Balkánon a saját érdekeink szempontjából, legyünk ott a Kaukázusban, ahol mondjuk elég egyszerű az azerieket kell támogatni az azeri örmény konfliktusba, legyünk jelen Közép-Ázsiába, legyünk aktívak a Közel-Keleten a saját érdekeink szerint, de van egy nagyon komoly afrikai nyitásuk is az elmúlt bő 15 évben, ennek már látszanak az eredményei, és ők azok, akik rendszeresen le tudnak ülni tárgyalni az oroszokkal, és nagyon ügyesen képesek voltak ebből a ukrajnai háborúból eddig úgy kijönni, hogy sem az ukránokkal nem vesztek össze, sőt, tettek is gesztusokat felé, ugyanakkor az orosz kapcsolatot is meg tudták úgymond menteni, vagy legalábbis nem mérgesedett el, mert van egyfajta pragmatikus egymásra utaltság. Hát ez úgy tűnik, hogy elemi érdekük, szóval mennyire szoros a török és az orosz kapcsolat gazdasági szempontból, mekkora része a török gazdaságnak, amire akár azt is lehet mondani, hogy bizonyos szempontból függés az orosz gazdaságtól. Ugye a gázt említettük, most kapott Törökország 20 milliárd dollárt Oroszországtól egy az oroszok által Törökországban építendő atomerőműre gyakorlatilag. És hát van egy nagyon nagy szelet a turizmus, ami a németek után az oroszok látogatnak legtöbben Törökországban. Így van, mindenféleképpen a török gazdaság számára fontos ez az orosz reláció, és ezt sem szívesen rúgnák föl. Ugye már 2014-ben, amikor ez a ukrajnai konfliktus elkezdődött, és az első uniós szankciók megjelentek, akkor a törökök már kimaradtak ezekből, mondván, hogy ők NATO tagállamok, rájuk ez nem vonatkozik, és amennyire lehet, akkor ők majd igyekeznek ebből profitálni. Nyilván ezt lehet kritizálni, hogy a török fél, ami így mond, kimarad ebből a geopolitikai konfliktusból, vagy legalábbis fogalmazzuk úgy, hogy a partvonalon marad, mennyire morális, hogy ők csatlakoznak, vagy éppen nem csatlakoznak ezekhez a szankciókhoz, de mindenféleképpen az volt a török szempont, hogy a saját gazdaságot erősítsék meg. Úgy mondhatni, egy ilyen szentönzés politikáját fogalmaztak meg, amely egyébként a orosz-török kapcsolatok dinamikájának köszönhetően pont 2015 végén nagyon komolyan befagy a már említett géplelövési incidens miatt, és akkor derült ki, hogy egyébként az oroszok milyen komoly fájdalmakat tudnak okozni a törököknek. Ugye nagyon fontos, hogy ekkor már be volt hirdetve néhány projekt, ami el is kezdődött részben a már említett atomerőmű projekt Akkuyu-ban, ami alapvetően egy orosz projekt. Tehát az oroszok kérték a törököket még évekkel korábban, hogy ők építhessenek egy nem fák tagállamban egy atomerőművet, ez alapvetően orosz technológia, nyilvánvalóan orosz technológiával, orosz pénzből történő projekt, amelyben a törököknek olyan sok kockázatuk nincs, és innentől kezdve ez egyfajta politikai kérdése is vált a két fél között, hogy az oroszok szeretnék ezt a projektet megvalósítani egyfajta kirakat projektként, a törökök pedig azt mondják, hogy nekünk ez a gazdaságilag alapvetően nem sokba kerül, ez alapvetően nekünk megéri, és aztán pedig majd meglátjuk, mi lesz. Tehát ez egyfajta adó Oroszország felé, nyilvánvalóan majd a törökök is ebből fognak profitálni, és nagyon fontos, hogy ezt jövőre szeretnék átadni. 2023-ban ünneplik a 100 éves évfordulóját a török köztársasági kiáltásának, úgyhogy nagyon sok minden erről fog szólni a következő évben, különösen a választások kapcsán, hogy átadhassanak és megmutathassanak, hogy történnek dolgok. Visszatérve még a 2015 végi eseményekhez, ugye akkor az oroszok befagyasztották ezt a projektet is, befagyasztották a török áramlat gázvezetéknek az építését, ami egyébként szintén egy orosz ötlet volt. Aztán azóta láttuk, hogy ezt befejezték, amik után kiegyezett a két vezető, de hogy ezek olyan energetikai kérdésben, ugyanakkor bár az oroszok akkor gázszállításokat nem függesztették föl, de mint említettem, már ott volt a veszély, hogy esetleg elzárják a gázcsapot, ami rendkívül negatív érintette volna a törököket, és ekkor indult egy gázdiverzifikációs projekt, ami igazából még mindig tart. LNG terminálokat építettek azóta jó párat, de azt mondhatjuk, hogy itt mind a két félnek kölcsönös függése van, hiszen az oroszoknak kell a felvevő piac, és a törökök pedig megbízhatóan fizetnek, ahogy az oroszok alapvetően megbízhatóan szállítanak.
Ezen túlmenően, igen, ahogy említetted, a turizmus egy nagyon fontos történet. Nagyjából a török GDP-nek egy olyan 10%-át adja a turizmus, úgyhogy ez mindenféleképpen egy komoly ágazat, ez nagyon sok, és ebből ugye a második legnagyobb tömeget az oroszok alkotnak. Ugye már változik évente, hogy most nagyjából hány ember megy, itt 4-5 millió emberről lehet beszélni. Nyilván a covidos időszak ez visszavetette a török turizmust. 2021-ben már történt egy visszapattanás, 2022-re is rekordokat vártak, tehát ez a tipikus ember tervez, Isten végez történet. Az viszont látszik, hogy azért az oroszok továbbra is, ugye nem léptettek szankciókat életbe, és ami még fontos, hogy repülőjáratok is vannak, így van, és mivel az európai országok alapvetően lezárták a légterüket, innentől kezdve a török piac az felértékelődik az oroszok számára. Ezzel együtt egyébként az orosz ingatlanvásárlások is megugrottak Törökországban, de igen, nem csak az övék, hanem az ukránok is. Az ukránok számára is egy nagyon fontos üdülő ország volt Törökország, tehát az első 5 nációban benne voltak az ukránok is, a török országba érkező turistákat tekintve, és ők is elég nagy számban elkezdtek török ingatlanokat vásárolni a török tengerparton, Antalya környékén, és persze Isztambulba, mindazonáltal, hogy már több mint 100 000 ukrán menekült Törökországba, ugye az ő helyzetük az sajátosabb. Tehát, hogy ebből a szempontból is nagyon fontos az orosz reláció, az orosz építő, a török építőipari cégek nagyon aktívak Oroszországba, egyébként Ukrajnában is, a török szállítmányozási cégek is nagyon aktívak, főleg egyébként a mezőgazdasági termékek oroszországi exportja egy nagyon fontos tényező a török gazdaság szempontjából. Ugye amikor 2015 végén szankcionálták őket, akkor mezőgazdasági termékeket, akkor ez igen kellemetlenül érintette azokat a termelőket. De úgy látjuk, hogy, hogy a jelenlegi helyzetben ugye az oroszok alapvetően igyekeznek ezeket a gazdasági kapcsolatokat megtartani, és hát nyilvánvalóan innentől kezdve a törököknek is az az érdekük, hogy itt a kölcsönös interdependencia, kölcsönös függés az megmaradjon, mert akkor geopolitikai, biztonsági kérdésekben is lehet ülni tárgyalni, ahol alapvetően fogalmazunk úgy, hogy kicsit másabb dinamikák mellett tudnak egyeztetni és tárgyalni és kérni egymástól. Most az alapján, amit elmondott, úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult helyzet nagyjából majdnem mindenkinek rossz, kivéve Törökországot. Ugye alapvetően azért a törököket is érinti a nemzetközi gazdaságban zajló inflációs hatások, aminek valamilyen szinten azért hozzájárult az ukrán háború is. Ugye óriási kétségbeesés volt az első hetekben Törökországban, hogy mi fog történni a Ukrajnában maradt gabonával, napraforgó olajjal, és a többi, és a többi. Úgyhogy voltak is ilyen pánikvásárlások bizonyos helyeken Törökországban. Boltokat idézőesen megrohantak az emberek. Ez persze elmúlt, de ugye a Törökországnak ilyen szempont nagyon fontos, hogy a gabona ellátásában egy ilyen különösebb gond. Ezért is volt az egyik, fogalmazzuk, hogy zászlós hajója itt a gabona szállításokat érintő délnek a aláírásában, és gyakorlatilag ahogy eldördültek az első puskalövések, és ugye az oroszok látványosan teret nyertek a Krim előterébe, Herszonba, és ebben a régióban, Mariupol felé, akkor a török sajtóban nagyon sokat cikkeztek arra, hogy mi van az ott állomáshozó török, vagy ide, valami Törökországba érkező ukrán hajókkal. Tehát ebből a szempontból ez mindenféleképpen negatívan érinti őket, ami abból egy nagyon komoly és nagyon jelentős inflációs környezetben hatványozottan érzékenye erre a lakosság, de nyilván itt ennek megvan a török gazdaság a saját maga dinamikája, amiről meg gondolom. Igen, erre majd beszélgetünk. Viszont egy fontos volt, hogy ezt a kormánynak meg kellett, a kormánynak valamit kellett mondania ugye február elején, és ugye ez volt az a elég erőteljes kommunikáció, és ilyenkor ugye alapvetően mindig előjön az, hogy egy erős vezető, és ráadásul Recep Tayyip Erdoğan, ő egy erős vezetőként szokta magát pozícionálni, próbál megnyugtatni a szavazó polgárait, vagy ha fogalmazunk úgy, hogy az országot, és azáltal, hogy nagyon nyíltan és érthetően kommunikált mind az oroszok, mind az ukránok felé. Ugyanakkor úgymond kimaradt a nagyon látványos oldalválasztásból. Ugye, amit a törökök nagyon tettek, és ezt próbáltak mediatizálni, amennyire lehetett, hogy a Montreux-i konvencióra hivatkozva lezárták a
szorosokat, tehát a Dardanellákat és a Boszporuszt, és úgymond ezzel megtették a nemzetközi közvélemény felé, a nemzetközi kötelezettségeiket, ugyanakkor nem keveredtek háborúba, és nem is vesztek össze Oroszországgal. Innentől kezdve azt lehetett látni egyébként, hogy a háború kitörése utáni hetekben, hónapokban igenis nő Recep Tayyip Erdoğan népszerűsége, ami alapvetően egyébként egy negatív tendenciában a gazdasági helyzet miatt. Tehát ebből a szempontból a török vezetés úgymond jól reagált erre a konfliktusra, és ez alapvetően a török lakosságnak a nézőpontja is, és ez, hogy maradjanak ki, amennyire lehet ebből a háborúból, és van egy nagyon komoly amerikai ellenség a török lakosságban, mondhatni azt, hogy egy rendkívül heterogén országról van szó, de talán ami egyesíti az embereket, az én tapasztalataim szerint ez az amerikai ellenség, és ebből a szempontból nagyon sokan úgy látták, hogy ezt az amerikai projektet nem kell nekik támogatni, hanem jobb egy jobb hátulról kivárni és egyensúlyozni a különböző harcoló felek között. A másik nagy terület Törökország és a NATO kapcsolata viszonya. Ugye a második legnagyobb létszámú hadsereggel Törökország rendelkezik a NATO-n belül. Azt nem tudom, hogy ütőképesség tekintetében vajon hanyadik-e, és hogy mit jelent a NATO-ban ez a pozíció. Minden esetre nem mindenben követi a NATO tagországok politikáját Törökország, és kap is kritikákat, és azt mondják, hogy Joe Biden nem tud mit kezdeni Törökországgal. Miért nincsenek eszközei? Hát vagy legalábbis az amerikai vezetés megpróbál egy olyan külpolitikát folytatni Törökországgal szemben, vagy Törökországgal, amelyben megpróbál bizonyos kresztusokat tenni, és egy ilyen furkosbot és mézes madzag keverékével meggyőzni a törököket, hogy bizonyos kérdésekben úgy viselkedjen az Egyesült Államok szeretne, és mondjuk esetleg más időszakhoz képest azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés az sokkal hát vagy megértő, vagy úgy is lehet ezt címkézni, hogy kevésbé erőteljes akciókhoz nyúl. Azért a török NATO kapcsolatok és a török-amerikai kapcsolatok már megéltek nagyon komoly válságokat. Ugye Törökország 1952-ben lett NATO tag, úgyhogy azóta már eltelt jó pár évtized, és az alatt láthatunk nagyon komoly problémákat is. Ugye ez azért izgalmas, mert az 50-es évek, a 40-es évek végén, 50-es évek elején Törökország mindent megtett, hogy NATO tag legyen. Ugye ekkor volt egy fenyegetés a Szovjetunió részéről, hogyha már az orosz-török kapcsolatokról beszélgettünk, hogy amelynek keretében a szovjetek felvetették, hogy bizonyos keleti tartományokat vissza lehetne adni, amit mi ugye a cári időszakban foglaltak el az Oszmán Birodalomtól, illetve magának a szorosok kérdését újra elő kéne venni, ami ugye a Törökországnak a 1936-ban kiharcolt Montreux-i konvencióban lévő stratégiai helyzetét írta volna fölül. Na most ezt ellensúlyozandó, a törökök beléptek a NATO-ba, aminek keretében, hogy ez megtörténhessen, még csapatokat is küldtek a koreai háborúba, és mindent megtettek, hogy az Egyesült Államok közleményét meggyőzzék, vagy a politikai vezetését meggyőzzék, hogy Törökországnak bizony itt van a helye. És ez hatalmas siker volt számukra. Nem véletlenül, hogy az 50-es években, hát hogyha volt valamikor Amerika párti török vezetés, ez az volt. Gyakorlatilag a török külpolitika minden téren Amerika igényei szerint alakult, és ez a viszony majd a 60-as évektől kezd egyre inkább megromlani, elsősorban Ciprusnak köszönhetően, és ugye 1974-es török katonai intervenció Cipruson oda vezetett, hogy az amerikaiak azt mondták, hogy leállítják a fegyverszállítmányok. Úgyhogy ez egy nagyon komoly ütés volt a törököknek. Nota bene, a törököknek pont ez a 60-as évek második vele 70-es évek időszak az, amikor elkezdtek újra jó kapcsolatokat kiépíteni a szovjetekkel, ellensúlyozandó az amerikai restrikciókat. Úgyhogy ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy igazából olyan sok új a nap alatt nincs így az amerikai török-török-orosz kapcsolatokban. Csak egy jelenlegi válságos időszakot élünk. Visszatérve a jelenlegi kérdésekre, ugye a török vezetés a NATO-n belül alapvetően azt nehezményezi, hogy Amerika Egyesült Államok és idézőes a NATO többi szövetségese alapvetően nem foglalkoznak, vagy nem elég megértőek a török biztonsági kérdésekkel, fenyegetésekkel szemben, ami elsősorban Szíriához kapcsolódik az utóbbi években egyértelműen. Ugye azáltal, hogy ott létrejött egy kvázi független kurd entitás közvetlenül a török határok szomszédságában, amelyet a török fél szerint a PKK-nak, tehát a kurdisztáni munkáspártnak a
szíriai erői irányítanak, tehát innentől kezdve ők terrorista szervezet. Míg az Egyesült Államok azt mondja, hogy nem, sőt, az Egyesült Államok nagyban támogatta őket az iszlám állam elleni harcban az előző években, és ugye ez nagyon fontos segítség volt abban, hogy az iszlám államot végül legyőzzék, legalábbis a territoriális kiterjedését illetően, még hogyha nem is sikerült mind a mai napig felszámolni. És ez gyakorlatilag a vörös posztó volt a törököknek, és hasonló kritikák. És most a török belpolitikáról ne is beszéljünk, rendszeresen kaptak NATO tagállamoktól, főleg az északi államok jártak ennek ebben élen, emberi jogi kérdésekben, demokráciát illetően, ugye Finnország és Svédország is, és hát gyakorlatilag kialakult egy érdekellentét, ami köszönhetően Szíriának, köszönhetően más kérdéseknek elég látványos fordulatokhoz vezetett. Tavaly év őszén török vezető ki akart tiltani több nagykövetet is, akik bírálták a török bíróságnak az egyik döntését. És még sorolhatnánk ezeket. És ugye ebben a helyzetben történt az, hogy az ukrajnai háborúnak a árnyékában Finnország és Svédország úgy döntött, hogy NATO tagállamokká szeretnének válni, és májusra már a török vezetés azt mondta, hogy igen, mi alapvetően ezt nem ellenezzük, de csak akkor tudjuk ezt támogatni, hogyha bizonyos kéréseket elfogadnak, vagy bizonyos kéréseket teljesítenek, ami alapvetően arra vonatkozik, hogy kiadjanak bizonyos jellemzően PKK-hoz kapcsolódó terrorista személyeket ezekből az országokból, tehát mint Svédországból, mint Finnországból, amely egyébként már a korábbi években is napirenden volt tartva, csak egyszerűen nem voltak olyan pozícióban a törökök, hogy úgymond fogást találjanak ezeken most az államokon. Vannak, olyannyira vannak, hogy Svédország egyet ki is adott már. Ez, ennek mi a jelentősége? Nyilvánvalóan ez nem elég a törököknek, gondolom ez hogyan és meddig fog folytatódni. Több tucat embert szeretnének, arról nem is beszélve, hogy... Leadtak egy listát, ha jól tudom, ezt nem tudom, is lehet-e ismerni. Azt lehet ismerni, török sajtóba lejött, és az is megvan adva, hogy ki milyen szervezethez kötődik. Jellemzően egyébként tényleg PKK-hoz kapcsolódó emberek, de van gülenisták is. Ugye ez a 2016-os pucsot hozzájuk kötik, és nagyon sokan elmenekültek, mindenhol, mert korábban is ott éltek Svédországban, vagy éppen Finnországban, egyik komoly nemzetközi diaszpórával és network-kel rendelkeznek. És gyakorlatilag a törökök azt szeretnék, hogy ne csak most legyenek kiadások, hanem egy ilyen életben tartott, hosszú távú együttműködés legyen, egyeztetések legyenek ezen államok között, úgyhogy majd, ha minden jól megy a török igények szerint, akkor augusztus vége felé lesz is egy ilyen három oldalú találkozó egyeztetés ennek a mechanizmusnak a keretébe, illetve ugyanúgy szeretnék, hogyha a korábban szankcionált fegyverszállításokat újraindítanák. Ugye a 2020-as karabahi akció miatt, ugye ott drónokat is nagy számmal bevetettek az azeriek, azt mondták ezek az északi államok és a Svédország, hogy akkor nem fogják támogatni, vagy nem fogják engedélyezni a olyan alkatrészének az eladását, amit a török hadipari felhasználhat, ami török részről alapvetően negatív elbírálást kapott, mondván, hogyha mi NATO szövetségesek vagyunk, akkor most abban, hogyha mi szeretnénk a NATO-ba belépni, akkor ti milyen alapon mondjátok azt, hogy velünk nem kereskedtek. Hiszen, hogyha ebbe a blokkba benne akartok lenni, akkor légy szíves, ezt tiszteljétek. És ugyanúgy, akkor pedig ne adjatok el fegyvereket, vagy tegyetek arra, hogy ne kerüljenek olyan általatok gyártott fegyverek az észak-szíriai kurdok kezébe, amelyeket aztán esetleg ellenünk is felhasználhatnának. Tehát ez ott egy másik kérés a törökök részéről. Úgyhogy ebben kell valamit mutatni a svéd és, de elsősorban a svéd oldalnak, ami belpolitikailag aztán eladható lesz Erdogan számára. Meddig húzhatja ezt Törökország, illetve milyen károkat okoz ezzel? Okoz-e valódi károkat? Hát az alapvető kár az az lesz, hogy ugye elhúzódhat ez a csatlakozási folyamat. Ugye a török parlament jelenleg még szabadságon van, és majd ősszel fognak nagy valószínűséggel összeülni és dönteni erről a kérdésről. Addig mindenféleképpen arra azt várja a török vezetés, hogy legyen néhány gesztusértékű, vagy legalábbis jól eladható engedmény az északiak részéről, hogy azt mondhassák, hogy igen, és itt a médiában, hogy megkaptuk azt, amit mi igazából szerettünk volna. És egyébként hasonló precedense már volt példa, amikor egy korábbi NATO főtitkár, aki dán miniszterelnök volt, Rasmussennek a kinevezésére mondták azt, hogy ők ezt bizony nem támogatják. Több ok miatt is, de alapvető ok az volt, hogy még a 2000-es évek közepén, amikor volt egy ilyen incidens, hogy
Mohamedről karikatúrák jelentek meg dán újságban, akkor akkori ugye, miniszterelnök ezt nem ítélte el, és az egész muszlim világ, többek között Törökország is zokon vette, és azt kérték, hogy tegyen gesztusokat ennek ügyében, és továbbá azt is kérték, vagy legalábbis kapták, hogy egy magas rangú NATO pozíciót egy török személy tölthessen be, ami szintén rábólintotta a közösség. Szóval a lényeg az, hogy a törökök súlyuknál fogva, és mondván azt, hogy ez egy egyetértés kell, ki tudnak harcolni maguknak bizonyos engedményeket, és ebben a helyzetben azt mondták, hogy akkor az északiaktól, ha szeretnének csatlakozni, akkor mi ebbe beleállunk. És nagyon fontos látni azt, hogy ennek egy nagyon komoly belpolitikai üzenete is van, hiszen addig sem az inflációról beszélgetnek otthon az emberek, hanem el lehet azt mondani, hogy legitim igényeket próbál a török kormány kiharcolni két északi államtól, amellyel egyébként nem volt sosem olyan annyira komolyabb stratégiai együttműködés vagy olyan szoros kapcsolat, bár érkeznek svind és svéd turisták, van egy népes török és egyébként kurd diaszpóra ezekben az államokban, ugye részben ez is okozza a gondot, de önmagában ez a reláció nem annyira fontos, mint mondjuk egy amerikai, és ebből a szempontból itt erőt lehet mutatni, és azt is nagyon jól tudja a török vezetés, hogy miután csatlakoztak ezek az országok a NATO-hoz, akkor kicsit olyan lesz a helyzet, mint korábban, tehát nem fognak rajtuk fogást találni. Tehát ez az a helyzet, ez az a pillanat, amiben nekik oda kell magukat tenni. Ezzel együtt én azt mondanám, hogy valószínűleg azért nem fog ez olyan sokáig elhúzódni. De az látszik, hogy a török vezetésben megvan az az igény, hogy valamit kapjon ezektől az országoktól, amit aztán otthon megmutathat a lakosságnak, hogy igen, elértük alapvetően, legalábbis olyan garanciákat kaptunk, hogy a következő években, ha éppen a ratifikálásig nem tudtak kiadni mindenkit, valószínűleg ez így fog történni, tehát nem lesz jelentős áttörés, de olyan garanciákkal megyünk előre a jövőbe, hogy ez az együttműködés tovább fog menni, és meg fogunk előbb-utóbb megkapjuk azt, hogy azokat, akiket akarnánk. És közben kicsit tovább bonyolítjuk a dolgot, ugye a svéd csatlakozás körüli húzavona úgy tűnik, hogy további konfliktusokat gerjeszt. Arról szólnak hírek, hogy alkuként Törökország vadászgépeket kapott az Egyesült Államoktól, ami meg Görögországnak, a szintén NATO tagország Görögországnak nem tetszik, hiszen a törökök eddig is beberepülgettek a görög légtérbe. Plusz ezt még megfejelte Törökország azzal, hogy fel akarja újítani a földgáz lelőhely keresést a földközi tengeren, ami eddig is konfliktusos volt. Így vált végül is még a repülőgép leszállítás, az még odébb van, de egyértelmű, hogy a törökök szeretnének valami kárpótlást kapni az Egyesült Államoktól az F-35-ért, F-35-ös programból való kiesés miatt, hogy a török légierő úgymond versenyképes legyen, vagy legalábbis versenyben maradhasson. És hát valóban, hogyha a NATO tagállamok között van konfliktusos kapcsolat, akkor az a görög-török. Ugye egyszerre lettek NATO tagállamok, és gyakorlatilag onnantól kezdve, vagy rákövetkező pár évben több szinten is eszkalálódott a két ország közötti viszony, aminek köszönhetően jelenleg is a legproblémásabb reláció a NATO-n belül. Most mondom ezt úgy egyébként, hogy a NATO tagok, és az Egyesült Államok rendszeresen igyekszik. Olyat is olvastam, hogy újabb háborús konfliktus is lehet ebből, ez nem tudom mennyire túlzás. Ez azért túlzás, de voltak az utóbbi évtizedekben is olyan incidensek, amelynek keretében nem sok kellett ahhoz, hogy komolyabb konfliktus alakuljon ki. Meg is most az Egyesült Államok kellett ahhoz, hogy leintse a feleket, hogy ebből ne legyen. Ugye legalább 5-6 kérdés van, ami miatt ennyire problémás a görög-török viszony. Ebből egyik a történelem, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ugye a görög lakta területeket is elfoglalták az oszmánok, ugye is egy majd a 19. században sikerült egy függetlenségi mozgalom keretében felszabadítani a görög területek egy részét, és aztán pedig több háborúban elfoglalni a mai Görögországot. Sőt, ennek volt egy záró akkordja is az első világháború végén, ezt a törökök a függetlenségi háborúnak nevezik, ugye amikor Mustafa Kemal Atatürk vezetésével 1919 és 1922 közötti nagyon komoly háborúban a Izmirt és környékét elfoglaló görögöket, akik aztán egyébként tovább mentek majdnem Ankaráig, onnan fordítva gyakorlatilag kiszorították a
Anatóliából, és ez egy ilyen nagy nemzeti ébredéssel, nagy nemzeti élethalál harc volt a törökök számára, amelyben az ellenséget a görögök jelentették. Tehát vannak olyan, és vice versa, Konstantinápoly elvesztése görög részről is még sorolhatnánk. Tehát alapvetően egy finoman szóval is bizalmatlanság és terhelt történelem a két fél között, amihez aztán egy rengeteg technikai kérdés, amelyben nincs megegyezés mind a mai napig, és ezek generálják a konfliktus. Ugye mik ezek a problémák? Egy része az, hogy nincsen pontosan delimitálva a határa két ország között. Vannak bizonyos szigetecskék, vagy nagyobb zátonyok, amelyre mindkét fél igényt tart. 1996-ban majdnem volt egy háború egy ilyen kicsin kis sziget miatt. Gyakorlatilag mindkét fél egymás után elkezdte kitenni a zászlóit, az amúgy lakatlan, ilyen nagyobb zátonynak tekinthető föld részecske miatt, földrészecskén, amit egyébként az Egyesült Államok intett le, hogy már említettem. Ugyanúgy nincsen megegyezve az sem, hogy hol van pontosan a légtér, tehát amit a görögök, török légtér, tehát úgy értelmeznek, hogy a törökök megsértik az ő légterüket, a törökök számára ez semmi nem jelent, hiszen saját légterükben repkednek. De gyakorlatilag éves szinten több száz ilyen történik. További probléma az, hogy a törökök azt követelik, hogy ne legyen katonai létesítmény, ne legyen militarizálva a török, ugye, anatóliai partok közvetlen közelében lévő görög szigetek. A görögök viszont azt mondják, hogy de ehhez nekünk jogunk van, ott vannak katonai csapataik és létesítmények. Arról nem is beszélve, hogy miután már volt több konfliktus, háborúvá eszkalálódó konfliktus, majdnem háborúvá eszkalálódó konfliktus a törökökkel, nyilván azt mondják, hogy egy ilyen viszonyban mi nem fogjuk ezeket csak úgy tárcán felkínálni a törököknek. És hát ha az égei tengeren nem is lenne elég vita, az utóbbi években a földközi tenger sikerült szintén vitás kérdése is tenni. 2019-ben volt egy megegyezés a líbiai kormány és a török kormány között, amelyben közös tengeri határt fixáltak, amivel gyakorlatilag a törökök úgymond megszerezték a görög és ciprusi felségvizek jelentős részét. Tehát a törökök szerint a török felségvizek az nagyjából Kréta közelébe mennek a görögök és a nemzetközi jog szerint, pedig a török határoknál Antalya közelébe kéne ennek maradnia, és hát innentől kezdve a török hadihajók rendszeresen felvonulnak ezen a vitatott területen, ugye kísérik katonailag a török kutatóhajókat, rendszeresen vásárolnak be törökök ilyeneket, és ezek a kutatóhajók pedig különböző méréseket, fúrásokat hajtanak végre különböző régiókba. Eddig még nem találtak a földközi tengeren semmit. Fekete-tengeren már igen, ott egy komolyabb gázlelőhelyet sikerült felfedezni az előző években, amelyet majd jövőre próbálnak elkezdeni kitermelni. Ez egy nagyon komoly konfliktus forrása két ország között, illetve hát akkor nyugodt oda vehetjük Ciprus, ami önmagában egy alapvető kérdés a két fél között, hiszen a törökök a török cipriótákat támogatják, görögök a görög cipriótákat támogatják, és ez egy nagyon komoly akilleszínje a két kapcsolatának, és ebben a földközi tengeri viszonyban, és ez egy új dimenzió lépés volt az égei tengeri vitához képest, hiszen az alapvetően egy bilaterális történet volt, ebben már beleállt Franciaország is, Görögország mellett, és az Egyesült Államok, és sok más állam, Egyiptom is többek között azt mondta, hogy mi a görögöket támogatjuk, és nem a törököket. Nem sikerült megegyezni, a törökök annyit tettek, hogy az utóbbi években, mondjuk 2021 és 2022 folyamán valamennyire lejjebb csavarták ezt a kérdést, de ez nem jelentette azt, hogy a fúrások leálltak volna, ne lettek volna fúróhajók bevásárlása, vagy ne küldtek volna hadihajókat, hogy megakadályozzák a görög zászló alatt tevékenykedő kutatóhajóknak a munkáját. Másik nagyon konfliktusos terület a migráció kérdése. Ugye a törökök azt mondják, hogy ők óvják Európát a migrációtól. Ebben a pillanatban is Észak-Szíriában egyesek szerint 2 millió, mások szerint több szír menekült van. Ezért az Európai Unió fizetett is. Mi a pillanatnyi helyzet ebben, és hogyan él ezzel a, hát nem is tudom, lehetőségnek lehet-e hívni Törökország ezzel a helyzettel? Hát ugye az Európai Uniótól Törökország 3+3 milliárd eurót kapott, a második 3 milliárd eurós összegnek is a kifizetése zajlik. Ugye ezért van az, amit a törökök néha, vagy török vezetés néha bejelenti, hogy ők nem kapták meg ezt a pénzt, megkapták, csak ez elhúzódik ennek a különböző projektekre történő kifizetése, hiszen az EU ugyanazt a mechanikát alkalmazza, vagy metódus alkalmazza, amit mondjuk
az Európai Unión belüli projekteknél, vagy kifizetéseknél, ami hát lassan ment. Tehát ez nem egy bianco check a török államigazgatás, vagy a török büdzsé számára, hanem különböző szervezetek, különböző minisztériumok, különböző civil szervezetek tudják ezt a szírek támogatására fordítani. És egyébként nagyon komoly szerepet vitt abban, hogy a szíreknek az integrációja előrébb haladjon az országba. Ugye ennek köszönhetően most olyan jelentős problémák nincsenek, de természetesen azért vannak gondok. Ugye Törökország a szíriai háborúnak köszönhetően majdnem 4 millió, hivatalosan majdnem 4 millió embernek ad otthont, akik jellemzően vagy a szír határ mellett húzták meg magukat, vagy pedig a nagyvárosokba telepedtek le, főleg Isztambulba. Ez talán annyira nem meglepetés, ott 6-700 ezer ember él, ami egy óriási számot jelent, és hát az ő integrációk azért nagyon lassan halad. Ugye sokan megtanultak törökül, hát nem is jól, de hogy ez egy akkora tömeg, amit a török lakosság nem nagyon tud felszínni, és nem is nagyon akar. És a török vezetés, még alapvetően a török lakosság is alapvetően úgy tekintett erre az egész jelenségre, hogy ez nem egy hosszan elhúzódó történet lesz, ahogy a szíriai háború sem, tehát hogy egy-két évig itt vannak, kapnak menekültábori ellátást, és aztán pedig mindenki visszatér. Nem ért véget a szíriai háború, a menekültáborok messze nem voltak elegendőek ekkora tömegnek a befogadásához, és a török vezetés azt mondta, hogy jó, nagyjából 1-200 ezer embert el tudunk szállásolni táborokba, egyébként aztán ezeknek a létszámát is csökkentették, de hogy mindenki ott boldogul, ahol tud, és oldják meg. Nem akarnak külön fizetni nekik, és aztán pedig, ahogy a háború elhúzódott, ez vezetett oda, hogy egyre inkább nő a feszültség a török lakosságban, még úgy is, hogy egyébként alapvetően a szírek, azok inkább maradnak Törökországban, tehát ha nézzük, hogy alapvetően milyen nációk mennek illegális úton Görögországba, akár tengeren, akár a szárazföldön, akkor nem a szírek dominálnak immár, ugye 2015-16-os válság idején ugye más volt a helyzet, de jelenleg az van, hogy inkább az afgánok, inkább az irakiak, vagy más kisebb nációk vannak relatíve nagyobb számban felülreprezentálva itt az átkelők között, és gyakorlatilag Törökország megfogta ezeket a szíreket, aminek alapvetően azt azért tudta elérni, mert ugye megállapodtak 2016-ban az Európai Unióval, amelynek keretében ugye kaptak pénzt, kaptak ígéreteket, és létre léptették azt a rendszert, aminek keretében kimondták, hogy aki átmegy Görögországba illegális úton, az vissza lesz taloncolva effektíve, és innentől kezdve a szíreknek igazából olyan sok esélye, vagy értelme nem volt, hogy menjen, és a török partiőrséget is megerősítették, a török határokat is megerősítették, illetve, és ez egy nagyon fontos dolog, csak lássuk azt, hogy Törökország így egy effektíve egy puffer zónájává vált az Európai Uniónak ilyen kérdésbe, ugye egy nagyon komoly határfal építésbe kezdett, mint Szíriában, mint pedig újabban iráni oldalon is, pontosan ezért, hogy megakadályozza azt, hogy újabb, nagyobb tömegek mennek be az országba, akár szírek, akár afgánok, akár mások, hiszen gyakorlatilag azáltal, hogy a görögök is elég komolyan vigyázzák a határaikat, és a török közvélemény nagyon egyre nehezebben éri meg a menekülteknek a jelenlétét az országba, és a jelenlegi gazdasági nehézségeket is részben az ő számlájukra írják, így a török vezetés nem akarja nyilván ezt fokozni. Ennek köszönhetően tesz meg mindent annak érdekében, hogy Észak-Szíriában úgymond ott tartsa a különböző szíriai, tehát belső menekülteket, úgyhogy Idlib tartományba ott a hivatalos adatok szerint, vagy a ENSZ adatai szerint nagyjából 3 millió ember él, de vannak ugye más török ellenőrzés alatt lévő területeken is szép számmal, illetve ezekre a területekre megindult a szíreknek a úgymond önkéntes visszatelepedése. Eddig hivatalos török adatok szerint több mint 500 ezer ember telepedett vissza, és itt gyakorlatilag a török állam, ha nem is Idlibbe, hanem más elfoglalt területeken gyakorlatilag építenek mind közműhálózatot, ingatlanokat, azért lakásokat, házakat, azért, hogy ezeket az embereket ott tarthassák, és ilyen több százezer ház, vagy ember befogadására alkalmas lakó egységek építését is részben megvalósították, meg részben tervezik is, pont azért, hogy gyakorlatilag a török határok előtt relatíve biztonságos zónába megfogják a lehetséges menekült áradatokat, mert a török lakosság nem akar újabb menekülteket látni, úgyhogy itt az uniós és a török érdek az igazából egybe vág. Köszönöm, hogy segített érthetőbbé tenni ezt a korántsem egyszerű helyzetet Törökország körül. Az elmúlt egy órában az InfoRádió Aréna című műsorában Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát, Törökország kutatót hallották. Köszönöm figyelmüket, én Ignát Márk vagyok.